Köszönöm, János, hogy elcserélted velem a sorszámodat, hogy eláruljuk ezt a kis apróbítót, mert sajnálatos módon nekem egy székesfehérvári programon kell lenni a délben. Először is engedjék meg, hogy szeretettel megköszönjem a vezetőknek azt az együttműködést, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak irányomba. Azért is fontos ez, mert ránézek az órámra, mert egy 7 percet ígértem, hogy az együttműködésnek mindig két szereplője van, az, akivel együttműködünk, és az, aki együttműködik. Ebben az esetben én szeretnék az lenni, aki együttműködik. Hiszen az államnak nem más a szerepe, mint hogy együttműködjön azokkal a civil szervezetekkel, akik ezen a területen dolgoznak. Azért is hoztam ide önök elé egy Viktor Frankl idézetet, mert tudniuk kell az én alapvető filozófiámat, ami nem elsősorban arra irányul, hogy önmagamat valósítsa meg, mint egy állami vezető egy területen, hanem arra irányul, hogy annak a célnak az érdekében alávessem magamat, ami közös célunk. Ezért gondoltam, hogy lépéseket teszek nem csak a civilek irányába, nem csak a bűn megelőzés irányába, vagy a prevenció irányába, nem csak azok felé, akik esetleg kritikusabbak, annál nincsen, hogy komolyan kelljen, hogy komolyan kell venni őket. Minden kritikai észrevétel irányába komoly szándékaim vannak, hogy fordulni kívánok. Viktor Franknak ez a mondása, úgy gondolom, hogy kell, hogy önöknek is egyfajta zászlója legyen, hiszen amikor kritizálnak valamit, vagy valamilyen jogos észrevételeik vannak, akkor egy dolgot kell szem előtt tartanunk, azt a célt, amit mindannyian szolgálunk, hogy azok az emberek, akik bármilyen szinten kapcsolatban vannak a kábítószerükkel, ezek az emberek ebben a világban otthon érezzék magukat, érezzék, hogy a társadalomnak egy fontos szereplői, és a rehabilitációnak egy fontos pillanata az, amikor a kezet nyújtó embernek a kéznyújtását elfogadják. Én magam belevetettem magam ebbe a világba, és örömmel látom, hogy nem vagyok egyedül, hiszen önök azok a szervezetek, akik ebben a világban tevékenykednek, nagyon sokat tesznek önkéntesként, nagyon sokat tesznek társadalmi szereplőként, nagyon sokat tesznek szakmai emberként, és egyik fő feladatom volt, hogy felgyorsítsam annak a kormányzati munkának a lényegét, ami végeredményben egy stratégiát eredményez rövid időn belül. Én úgy gondolom, hogy ezt a mondatot érdemes az én számból hallani, hiszen nekem nagy példaképem az imént említett doktor, amikor egy dolog szolgálatába állok, akkor elsősorban nem magamat, hanem a dolgot látom magam előtt. Nekem tehát ezt a valamit, illetve a valakit kell szem előtt tartanom, nem pedig saját önmegvalósításomat. Ez úgy gondolom, hogy mindannyiunknak egy komoly szabálya. Aztán, hogy a békepipának mi a feladata, erről Jánosik biztosan többet tudnának mondani. Én azért sportos ember vagyok, és egy kis képzavart látok ebben az egészben, hiszen a tartós víz alatti élethez inkább egy vízipipa, vagy vízpipa, vagy búvárpipa kell. A békepipát víz alatt nem lehet elszívni, tehát én úgy gondolom, hogy fel kell jönni a víz felszínére, be kell ülnünk egy csónakba, ebbe a csónakba, hogyha a szervezetek békepipát szeretnének szívni, ám legyen így, de a szakmai béke vagy tartós víz alatti élet egy kicsi kis képzavar. Aki ezt a címet adta, biztosan költőnek készült. Sok sikert kívánunk hozzá most egy nappal az érettségi után, már hogy az irodalom érettségi után. Azt hiszem, hogy arról sokat fogunk ma beszélni, illetve fognak beszélni, hogy ez a stratégia, amit általam nagyra becsült és kiváló szakemberek készítettek, ennek a stratégiának mi a jó, mi a kevésbé jó eleme, miért van szükség erre a stratégiára, vagy maga a drogpolitika milyen irányba fog haladni az elkövetkezendő időszakban. Egy biztos, akik engem ismernek, és már azért a területen, a terepen elég sokat jártam, ők pontosan tudják, hogy én minden időmmel és energiámmal, ami a többi területtől nem vesz el, ezt a munkát szolgálom, és minél több pénzt, minél több energiát kívánok erre az ügyre fektetni. Hiszen emellett az ifjúságpolitikával,
a sporttal, a sportkapcsolatokkal is foglalkoznunk kell. Nem egyik, egyik másikójukkal, hál' Istennek már a terepen is találkoztam, hiszen számomra az a fontos, hogy az ember a minisztériumi létből egy kicsit kilépve egy szakterületre találkozzon azokkal az emberekkel, akik valóban a munkának a gyakorlati vagy operatív részét tartják fontosnak. Mi is fontosnak tartjuk ezt, csak hát a minisztériumi élet valamilyen szinten olykor-olykor minket a falak közé zár, hiszen törvényalkotási és egyéb más munkánk is van. Így fordulhatott elő egyébként, hogy megfordultam a Kékpontban, megfordultam a Megállóban, látogatást tettem Komlóra, Budapest több szervezeténél, tegnapi nap folyamán például a Caritasnál, érdeklődtem, informálódtam abban az ügyben, hogy hogyan is áll valójában ez a világ, mik a jó dolgok, emeljük ki a jó dolgokat is, és mik a nehéz, illetve rossz dolgok, és ezekkel nekünk szembe kell nézni. A holnapi nap folyamán például a budapesti vagy az országos rendőr főkapitányhoz fogok látogatni, ahol a kábítószernek egy egész más, a kábítószer témának egy egész más aspektusát is szemügyre fogom venni, hiszen van egyfajta bűnmegelőzési hozadéka is, még akkor is, hogyha ez nem hozzánk tartozik. Nekünk az a feladatunk, hogy a prevencióval, a többszintű prevencióval foglalkozzunk. Ami egy fő változás, az az, hogy a sport és ifjúság mellé helyezte a kormányzat a kábítószerügyi kérdést. Mi ennek az üzenetnek a lényege? Ennek az üzenetnek az a lényege, hogy számunkra nem elsősorban szociális kérdés, hogy ebben a kérdéskörben valaki milyen élethelyzetben van. Nekünk az a fontos, a kormányzatnak az a fontos, hogy megfelelő válaszokat tudjunk adni egy ember életében arra, hogy mi történik vele, hogy ne az elkeseredés hajtsa bele valamilyen problémába, valamiféle függőségbe, hanem adjunk válaszokat, és erre lehet egy jó válasz a sport a mi elképzelésünk szerint. Ezért is indítjuk el a Legyen a sport a szenvedélyedet újra, akik már régóta ebben a szakmában vannak, pontosan tudják, hogy ez már valamikor ez a szlogen előkerült, pontosan kb. 10-12 évvel ezelőtt. És ez a fajta gondolkodás, ez a fajta mentalitás fogja meghatározni a mi munkánkat. De nem csak a sport lehet szenvedély, lehet a zene, lehet az irodalom, lehet a könyvtár, lehetnek a kirándulások, és lehetnek egyéb más dolgok is, vagy a fotózás, ahogyan ezt én például a Megállónál többször már láttam. Úgy gondolom, hogy erre partnerekre van szükség. A partnereknek pedig arra van szükségük, hogy a jogos és vélt gondolataikat felénk bátran közvetítsék. Ezért is tartottak fontosnak, hogy az KKB átalakítása, amely elsősorban egyébként államigazgatási szintű egyeztetés, a jövőben egyfajta kábítószügyi koordinációs tárcaközi bizottságban valósuljon meg, hiszen a munka gyorsítása az elsődleges célunk. Én magam vállaltam garanciát arra, hogy a kábítószerügyi tanács és a kábítószerügyi koordinációs tárcaközi bizottság munkája, illetve az ott elhangzottak minden esetben miniszter úron keresztül a kormány elé kerülhetnek, akár bármiféle kritikai észrevételek vannak is, hiszen ezek vele járnak ezzel a munkával. Szükséges az, hogy ezeket a kritikai hangokat, de a jókat is halljuk meg. Szép lassan kezd lejárni az az idő, amit nekem Topolánszky elnök úr adott. Én 10 percen belülre ígértem azt, hogy beszélni fogok. A legfontosabbat a végére hagytam. Ha önök bármilyen szinten szeretnének eljutni hozzám, az én ajtóm mindig nyitva van. Nem kell üzengetni, nem kell médiafelületeket használni, nem kell különböző dobálózásokba belekezdeni, egyszerűen hívjanak fel. Egyszerűen az én titkárságomra jöjjenek be, kopogjanak be, kérjenek tőlem segítséget, és én segíteni fogok. Amit az én lehetőségeim adnak, ezt biztosan meg fogom tenni. Azokkal a szervezetekkel, akikkel már kapcsolatban vagyok, ezt pontosan tudják.
be lehet hozzám kopogni. Egy dolgot viszont nem fogok engedni, hogy a mi munkánkat különböző politikai célokkal megzavarják. A mi munkánkat, mi ezekért az emberekért dolgozunk és küzdünk, akikért önök is, mi ezt nem fogjuk engedni. Mi szeretettel és barátsággal ezt a területet be fogjuk dolgozni. Mi szeretettel és barátsággal az önök érdekében, mindenki érdekében fogunk tevékenykedni. Aki politikai síkra szeretne menni, az máshol kopogtasson, ne nálam. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.